meg tudjuk-e nézni, hogy mondjuk az országnak a jövő évi sorsában mi van benne? Persze, természetesen megnézzük. Kártyával? Kártyával nézzük meg, természetesen. Hát azt látom. Ez hagyományos cigánkártya, ez még valamikor még az anyámé volt ez a kártya. Én azt látom, hogy a jövő ez jó lesz. Nevezhetem úgy, hogy a 2013-as év szerencse év lesz. És ebben mindig csak a jó fognak jönni. Amik eddig rosszak történtek az emberekkel, anyagi helyzetekkel kapcsolatosan, párkapcsolattal kapcsolatosan, ezek mind pozitív irányba fognak irányulni, az azt jelenti, hogy jó irányban. A maja naptár szerint az, hogy már nem folytatódik, az nem azt jelenti, hogy világ vége lesz. Ez ugyanúgy fog folytatódni a világ, ahogy eddig. Akkor nem kell tartani? Nem kell tartani. Nem kell tartani, mert az emberiségnek, elmondtam az elébb is, 2013-as év a szerencse év. Ugyanúgy a boldogságban, a pénzben, akinek eddig anyagi helyzete rosszak voltak, mindenben pozitív irányba fog történni. Nyíregyházán vagyok, Edka a jósnő, állok rendelkezésekre, szerelmi kötése, bármi problémájuk adódik vagy van, nagyon szívesen fogadom őket, visszajáró vendégeim vannak, keressenek bizalommal, teljesen diszkréten kezelek mindent, mindenkinek segítek.